No, és akkor ha kinyitok egy szakaszt, akkor szinte alig mozdul meg a nyomásmérő óra. Nyitok még egyet, szinte lezárom őket, akkor szerintem az innentől kezdve szabályzásilag jók vagyunk. Itt ugye az a pici LED lenne az, ami a szabályzást csinálja. Vagyis, hogy nem csináljanak konkrét, ő jelzi ki ugye, hogy most nyitunk vagy zárunk. És akkor ugyanezt itt a kijelzőn pedig lehet látni a pillanatnyi meg a célértéket, hogy hogy változik. És abban lehet látni a pillanatnyi és a célértéket, hogy hogy változik. Itt ugye megvan az, hogy van-e hibánk a baloldali csíkon, tehát itt most elzárjuk, akkor nyilván többet szórunk, aztán visszaveszük a kijutatott mennyiséget. Ha meg rányitok egy szakaszt, akkor nyilván először leesik, és utána rákompenzál. És akkor természetesen működik az is, hogyha itt azt mondom, hogy az összes szakaszt szeretném bekapcsolni, akkor megy az összes szakasz, át tudom tenni automatába, úgy, ahogy egyébként megyünk, csak hát van mögöttünk végül is egy permetező, amivel szórunk menetarányosan. A kalibrációt meg kell csinálni, de ez így szerintem most elég biztató. És akkor természetesen van egy főkapcsolónk, amivel az egészet ki tudjuk kapcsolni. Akkor az így viszonylag jól összeállt. És akkor a szakaszokat meg most úgy kötöttem be végül is, hogy a piros színű kimenet az a zárás, a zöld színű ugye a bekapcsolás. Itt pedig nem lehet látni olyan jól a számokat, de igazából úgy van, hogy minden egyes motorvezérlős kimenethez, ami a motorvezérlő ugye tud polaritásváltást csinálni, tehát a motoros szakaszokhoz teljesen jó, de van mellette egy-egy testcsatlakozó is, tehát hogyha például valakinek olyan permetezője van, ami szolenoiddal kapcsol kibe, akkor azt a szolenoidot is akár ide direktbe rá lehet kötni. Illetve Dávid említette, hogy a Dammannál ugye két darab pneumatikát kell vezérelni, az egyikkel ráengedjük a nyomást a szelepenkénti elzáráshoz, a másikkal pedig leengedjük róla a nyomást, úgyhogy mégis azt is direktbe ide be lehet kötni. 7 szakaszt tudunk, plusz a főelzárót, vagy ha nincsen főelzáró, akkor 8 szakaszt. Magára a panelre egyébként azt mondom, hogy itt a szakaszok ehhez az anyaghoz, akkor itt be lehet ugye állítani, hogy melyik kapcsolónk legyen. De ami érdekesebb, az itt a relé menü alatt. Tudunk olyat csinálni, most nem ezt akartam, tudunk olyat csinálni, hogy a hidraulikus emelést, vagy pedig a baloldali, jobboldali művelőutat rátegyük. Tehát elméletileg, hogy olyan lenne a permetezőnek a keretje, mint amilyen nekünk nem, hogy ott a hátulját elektromosan tudnánk emelni, akkor a táblavégi fordulónál, amikor kiérünk a forgóra, föl tudjuk automatikusan emeltetni.